Jó estét kívánok, háttérkép, hiszen csütörtök este van, Boros Imre és Bogár László már itt van, szerbusztok. Jó estét kívánok, Hello, jó, estét. jó estét. Én nagyon remélem, hogy a mai napon sokan kísérték figyelemmel azt a jobb hiány nevezzük vitának, ami Brüsszelben zajlott, ugye a Libe Bizottság ma tárgyalta azt a bizonyos jelentést, és ezen a vitán egyebek mellett felszólalt a magyar külügyminiszter is, Szijjártó Péter. Ezúton is köszönet neki, volt szerencsém megnézni. Egészen remekbe szapott volt a szereplése. Ha valaki nézte, ami ma zajlott, nincs az a Jonescu dráma, ami szürreálisabb tud lenni ennél. Egy rakás, aljas, becstelen, ócska gazember tetszelgett az igazságosztó felkent európai demokrata szerepében, és velük szemben ott vitézkedett néhány normális, tisztességes ember, aki próbálta elmagyarázni, hogy mi, a, mi az igazság valójában. Szürreális volt, ráadásul teljesen meddő és felesleges, ugyanis az aljas, becstelen és nyomorult gazembereknek teljesen mindegy, hogy ki mit mond. Ehhez képest tényleg azt kell mondjam, hogy a Tanú filmben ezerszer ismételt jelenet, szerint jaj, bocsánat, ez már az ítélet, eh, az semmi. Ez ma a valóság Brüsszelben. Ilyenek hangzottak el drágáim, hogy például meg, ne, neki szegezik a Magyar külügyminiszternek, hogy ő kiknek a nevében képviseli a magyar embereket? Hát, mondjuk a harmadszor kétharmaddal megválasztott kormány nevében. Melyikén Szijjártó zseniálisan vissza is kérdezett ennek a Szargentini nevű utolsó mocskos szemétládának, hogy egyébként én kíváncsi lennék arra, hogy magára hány európai szavazott, és maga kiknek a nevében képviseli itt Európát. Igen, ez, na, ez a helyes kérdés. Ilyenek föláll egy német zöldpárti, egy ilyen lepukkant idióta kretén. Ott, ott rengeteg kretén van abban a párt. Te ez aztán mindennek a teteje, és elkezdi azzal... A kretének csúcsait kiküldik az unióba. Persze. Persze. És azzal vegzája az ott lévő külügyminisztert, hogy ők együtt működnek a jobboldali náci jobbikkal. Most. Érted? Bon. Mi, mi működünk együtt, a szélsőjobboldali náci jobbika mondja ezt, egy német zöldpárti baromállat. És akkor föláll a szíjártó és azt mondja, hogy hát unam, nem tűnt föl magának, hogy az egész választási kampány arról szólt, hogy a magyar baloldal hogy fog összefogni a jobbikat, a hogy fog elzavarjon minket. De ezek itt tart, és ez mehet, érted? Ez Brüsszelben. Arra folyik. játszak, hogy az európai közvélemény erről még nem tud pontosan. De ezek arra, nem ez... tudom, mire játszanak, tudod. Én ez csak, igen, én ez csak ez egyben ez reménykedek. Ez Jövőre Európa parlamenti választások lesznek, és nagyon remélem, hogy ezt az összes mocskos állatot minden minden egyes ország, minden tagállamának a józan, normális többsége el fogja végre zavarni oda, ahova való, az anyjába. Én ebben reménykedek. Amúgy eh, eh, mi szerintetek? Ugye most hetes cikkelje vagyunk éppen megfenyegetve. Fél év a lengyelek voltak ezzel megfenyegetve. Most. Szörmentén a csehek is megvannak vele folyamatosan fenyegetve. Leginkább a visegrádi négyekből mi hárman folyamatosan ezzel vagyunk fenyegetve. Az a nagy kérdésem. A szlovákokat viszont belül majd arról is beszélünk. Ez Be, nem semmi, De ott előre haladottabb a dolog. Ficót fi, fi már sikerült elzavarni, meg a belügyminisztert, meg a többi. Mm. Kíváncsi lennék, hogy kiölte meg azt a fiatal újságírót. Hát jön. arra én, én is, is nagyon. Szerintem. Sose fog Csodálkoznánk egy nagyot egy 50 száz év múlva, ha megtudnánk. No, zárójel bezárva. Szóval szerintetek eh, azon túl, hogy nyilván kölcsönösen ezek által a rohadékok által kikezdett országok már ezerszer megmondták, hogy kölcsönösen meg fogják a másikat védeni, meg megvétózzák a, a hetes cikkeit, meg stb. stb. Ugyanakkor most azt hallani, hogy azt próbálják ö, feltalálni, hogy egy ilyen csomagba szavazzanak -e ezekről az ügyekről, és akkor mondjuk mind a három országot beveszik a csomagba, hogy egyszerre van szavazás, és akkor mivel érintett nem szavazhat, így aztán nem lehet majd vétózni. Ez az egyik kérdésem. Hogy Ez pedig... egy nagyon demokratikus eljárás De, volna egyébként. Hogyne. Hogy ehhez mit szóltok, hogy sikerül-e? Másrészt pedig ugye most föl, fölvetődött az a remekbe szabott gondolat, hogy euh, akkor megmondják majd, vagy megkurtítják, a következő költségvetési ciklusban a renitenseknek járó pénzt, ezek volnánk mi, meg a V4-ek, úgy nagyjából Czuzán És annak fényében kérdezem, hogy szerintetek ez a második uh, sikeres akció tud-e lenni, hogy egyebek mellett mi itt már százezerszer megbeszéltük azt az aprócska tényt, hogy tíz kohéziós alapból idejövő euróból kilenc, az azonnal vissza is gurul, például a német multikhoz. Mit fognak szólni a német multik ahhoz, hogyha 10 euróból Húriga kilencet nem elvesznek tőlük? Uraim, ki kezdi? kérem szépen, nagyon összetett ügyről van szó. Tehát ennyire, bony, egy, ilyen bonyolultságú kavalkádba, azt hiszem az Európai Unió létezése óta nem került be. Csak a végével kezdem, amit mondta, hogy megy ez a nagy politikai őrület a, alapvetően a ballipsi körökbe, az Európai Parlamentbe, Másrészt meg mit szól ehhez majd a német, aki egyébként nagyon szépen része lebe, de csak az egyike dolgnak. Mondtad azt is, hogy majd a nép jól fenékbe billenti ezt a brigádot. Igen, ezt érdemelnék, csak ugye a technika egy kicsit majd ennek ellenére fog dolgozni, mert nehezen mozdulnak a pártstruktúrák. És azért legyünk, tegyük a szívünkre a kezüket, és az általunk favorizált néppártban is elég jelentős ezeknek a részvétele. Na most az azért jó, hogy viszonylag kis százalékokkal be lehet az Európai Parlamentbe kerülni, de egy hatalmas mennyiségű mindenféle, ezt a jelenlegi kurzust ellenző ember jön, csak nagyon nehezen találnak egymásra. Ugye ezt már az előző ciklusban is láttuk, hogy nehéz belőlük egy politikai formációt ott összehozni. Szóval azért eltúlzott nagy reményünk ne legyenek. De miután ők is észrevették ezt, most rettenetesen sietnek, kapkodnak. És nincs egy ember, vagy asszony, aki ott, én nem láttam a vitát, mert közben idejöttünk, ugye, mert most volt, aki fölállt volna és azt mondja, Szarzsentini asszony, ön még a tudatánál van? Tud-e arról, hogy Magyarországon jó két hete választások voltak, és a kormányzó párt dagatra verte az ellenfelet? Minden lehetséges szám szerint, és a parlamenti szabályok szerint kétharmados többséget adná egy kicsit többet szerzett? Na most, ha ezt önt tudja, akkor azt állítja, hogy ezek a magyarok, az a 2,8 millió, aki ide szavazott, azok olyan tökök a demokráciához, hogy őrület. Ők a diktatúrára szavaztak akkor, levelünkre szavaztak, vagy mi a fenére szavaztak, mert amit ön állít ebbe az irományba, az azt jelenti, hogy ott abban az országban minden demokratikus szabályt fenékbe billegettek, ott borzalmasan el van nyomva majdnem mindenki, Érdekes módon ennek a többségnek, meg ez a nagy többségnek, meg ez valami állati mód tetszik. Nem lát itt ön valami fajta ellentmondást és nem áll föl senki, ugye? Hát persze volt egy-két jó karakteres felszólás nyilvánvalóan, innét, onnét, amonnét, olaszoktól gondolom, egy-kettő esetleg német pályáról, szerintem befejeződni a következő parlament, de esetleg jobbak lesznek az esélyeink, de miután ott jobbak lesznek az esélyeink, ezeket az esélyeket szeretnék itt most meglavagolni. Bocsáss meg, Laci, csak egy fél mondat. Én azt gondolom, hogy a jövő évi Európa parlamenti választáson odállt nyugaton, egy témakör lesz. Ami mentén dönteni fognak az ottaniak. Egyértelmű. Ki az, aki Migrációpárt, és ki az, aki nem. Szerintem ez lesz a vízválasztó. É, és ezért mondom, olyanok, azt, akik... ezért mondom azt, hogy ezek a szemétládák mind eltakarodnak. Reméljük. Lesznek -e olyanok, akiknek egyértelműen elhiszik olyan új alakulatok, mert azért arról beszéltünk már, hogy akik fődukták a fejüket, nem vagyunk mindenbe biztosak, szóval kicsit zavaros átér. Lesznek-e olyanok, akik hitelesen el tudják mondani, hogy ők aztán ez ellen vagytok, most sorakozatok be mögé. Ettől tartok, hogy ez működik valamelyes, de nem lesz teljes siker. Laci? Már többször említettük itt, hogy az egyik legismertebb ószövetségi történt a Bábel torony legendája, az pontosan arról szól, hogy egy összezavart nyelvű emberi közösség értelemszerűen nem képes nevén nevezni azt a helyzetet sem, amelyben van. Ha nem képes néven nevezni vagy beazonosítani azt a helyzetet, akkor természetesen nem tudja végig gondolni azt, hogy mit és hogyan kellene átgondoltan és összehangoltan cselekedni, és amelyik emberi közösség nem tud közösen cselekedni, az a végpusztulás sorsára jut. Tehát Európa ebből a szempontból, és egyébként, ha visszagondoltok, minden birodalom így végzi. Tehát a birodalom felbomlásának, utolsó fázisának egyik legjellegzetesebb, és látványtechnikailag is. Akafon beszélni. Persze, úgy, tehát az, 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 a teljes zűrzavar, az a teljes szellemi zűrzavar, mert mögött nyilván az van, tehát a, a, beszédtér összekeveredése mögött szellemi zűrzavar van. Nehéz, jó, ez mindig hogy mondjam, az ember hangulatától is függ, én legalábbis úgy, hogy most inkább gazemberek, vagy tisztesség, ne essék, na jó, szóval inkább tudatlanok, akkor próbáljunk illedelmes kifejezéseket használni. Feltételezhetőleg mind a kettő jelen van valamilyen értelemben, csak legfeljebb különböző kombinációk. Tudatlan gazember, Mert szerintem, gazember. szerintem igen, a gazemberség abból adódik, hogy, hogy azért Szóval attól, hogy tudatlan valaki még legalább időnként elbizonytalanodhatna, de ezt sem látjuk. Tehát azt sem érzékeljük, hogy legalább... Süt. azt a pénz elhomályosítja. Hát... Jó, persze, mondjuk tegyük hozzá, ennek is megvan, ha már itt tartunk a társadalom lélektani magyarázata, hogy a legmagabiztosabbak általában a legkevésbé informáltak szoktak lenni, mert hogy az ő tudáshorizontjuk is rendkívül szűk, és azt a tudáshorizontot ők rendkívül magabiztos vélik látni, de, belátni. De Laci, de most komolyan? 18-ban három héttel a választás, magyar választás után egy német barom föláll, és azt mondja, Igen, hogy megvádolja a Fideszt, Igen. meg a kormányzó pártot, hogy a Igen, náci ez, jobbikkal együttműködik. Há' már... honnan jön ez? Kicsoda szóval... ki ez? Szóval... Miért be a parlamentbe? Hogy ez... Maximum felvosó fába. Ez inkább arra utal, egyébként ez, ez jellegzetesen valóban olyan, hogy, hogy tehát hogy felhúzták a, a gépezetet, csak mint valahogy rosszul szabályozták be, és ő még a, Igen, nem, tudom, még a másfél évvel ezelőtt... 2010-es vádakra emlékszik. Igen, tehát a, persze, ahogy, azt ahogy, ahogy te nézted az adást, Németországban is nézték. Persze. Nem mindenki tudja, hogy itt mi a belpolitikai szituáció. Na, de még egy pillanatra visszatérve... Tehát, a, a számunkra inkább az a, az a lényeges most, hogy akkor mi lesz mindebből. Tehát, tehát az, hogy totális zűrzavar van, az, hogy ezt az űrzavart azért avatott kezek, tehát a háttérből azért folyamatosan óriási, energiákkal dolgoznak azon, hogy ez az űrzavar fokozódjék, mert azért nem magától alakult ki. Tehát, tehát mondjuk egy, egy, egy De Gaulle, egy De Gasperi, egy Adenauer idejében azért feltehetőleg Európa valamivel egységesebb nyelvezetben próbálta elbeszélni azt a helyzetet, pedig mondjuk azok is elég izgalmas helyzetet jelentettek ott az 50-es, 60-as, még részben 70-es években is, de akár mondjuk egy Mitterrand vagy Helmut Kohl, ott mondjuk is a, a 70-es évek végén, 80-as évek tehát, szó, tehát... Tehát azért szellemileg Európa azért legalább képes volt valamennyire összehangolt módon reagálni önmagára. Volt egy európai identitás. De, ami most, de ami most történik, igen, ami, amit, amit, és ráadásul volt egy olyan beszédtér, ahol viszonylag kulturáltan ez persze, tehát viták nyilván akkor is voltak, de az, az egész valahogy kezelhető volt. Ami most történik, az tényleg egy rémálom, mert olyan, 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 szintű, tehát ez azért nagyon tanulságos, hogy én is remélem, hogy rengeteg néző tudott időt szakítani, érdemes. Tehát valóban olyan, mint egy oktatófilm ezt megnézni, hogy lássuk azt az elképesztő szellemi zűrzavart, ami az ember próbálna persze reménykedő lenni a jövőre nézve, de, de nagyon nehéz azért azt már elképzelni, hogy ezzel a fogalmazunk úgy személyi állományjal, ami ma mondjuk a, az Európai Parlamentet jellemzi, tehát ezzel csak, csak azt képzelhető el, hogy ez a beszédtér tökéletesen alkalmatlan. Hát tulajdonképpen ez a, ez a mai látszólagos beszélgetés is egyértelműen azt jelzi, hogy ez a beszédtér már tökéletesen alkalmatlan arra, hogy ebből bármilyen következtetésre lehessen jutni. Viszont Enne. ez a jövőre nézve, tehát nekünk azon kellene gondolni, hogy jó, de akkor mi lesz? Tehát az azt jelenti, hogy tökéletesen működésképtelenné vált, tehát ilyen felhúzott gépezetek mondják, ez a, hallottam ezt, olyanok vagyunk, mint az origami szakkör, mindenki hajtogatja a magáit, e, azt akkor jól elleszünk, illetve rosszul ezt a, elleszünk. Ezt a mondatot folytatván a Mandinernek Mandiner van, egy egészen, párját itt a fontos és hiánypótló sorozata, francia konzervatív értelmiségiekkel közül, most ilyen két hetente, három hetente, havonta nagy interjút. Ugye Camus volt az utolsó, és most nem fogom tudni kimondani a nevét, egy Iván valaki, aki a Figaro vezető publicistája, aki magát konzervatívnak és büszkén reakciósnak, mondja, és nagyon büszke arra, hogy a baloldali francia megmondó emberek őt, és a többiekkel együtt, Benoával együtt a reakciósok táborába sorolják. Ez most jelent meg, ma ez az interjú ezzel az emberrel. Zseniális, és hogy a, az iménti levegőben hagyott mondatotra őt hozzam válaszul, ő például azt mondja, hogy Orbán Viktor Európa konzervatív ha úgy tetszik, reakciós forradalmára, aki mögé, ha úgy hozza a sors, akár az, akár az egész kontinens beállhat, hogy megmentse az európai eh, kontinens kulturális, szellemi és minden egyéb identitását. Ezt egy francia, a Figaro vezérpublicistája hát, mondja. valamit a másik legalább a két éve is éreznek, el. hát gondold hát. el egy Macron, aki egy Rothschild figura, ugye, beátszák oda, is ez Kap a... 40-valahányszal. Ah, mert... Jó, az rendben van, de még ő is érzékelt valamennyit, és elkezdett ott egyházi atyafiakkal pózolni nyilvánosság előtt, aki szerinted annyi köze van, van a katolacizmushoz, mint Lucifernek körülbelül. Ugye azt mondta Macron, hogy ki kell, gyakorlatilag azt mondta, hogy ki kell engedni a francia katolikus egyházat a karanténból. Mondja ezt ott, ahol eltű, egy hónapja még elviszik a pápa szobráról a kereszt. Hát pontosan, mert... azért mondom, hogy jó, de valamit érzékelnek belőle. Világos, meg. na akkor, akkor jó, akkor, akkor te, hagyd tegyem fel úgy a kérdést mindkettőtöknek. És ezt mondja ebben a Mandined interjúban is, nagyon szégyellem, hogy nem emlékszem, hogy milyen Iván, micsoda. Mindegy. Mindegy, úgy is előkerül a nevem újra. De ha tudnám, akkor se tudnám kiejteni, tehát <laughs> még <laughs> talán jobb. Is. Bogára a jó a fonciás. Pontosan. Azt euh, mondja ő, hogy az a 68-as gyökerű euh, brigád, amelyik akkor elkezdte felforgatni egész Európát, Igen. és amelyik ma úgy döntött, hogy a, most mi a létező világok legjobbikában élünk, és amúgy pedig, hogy már nincs osztályharc, most úgy döntött, hogy az összes létező nemi, fai, vallási, búbánat, kisebbség jogaiért kell harcolni, mert mindegy, csak a valamiért harcolni kell. Minden kötőszövetet le kell Így van, ők vannak az egyik oldalon, és kvázi a reakciós, konzervatív Európa van a másik oldalon. És, ja, és ráadásul még van egy harmadik oldal, ha úgy tetszik, bár érdekes módon ez a harmadik oldal, ez pont a 68-as idiótákkal van közös platformon ma még, ahogy ő mondja, ez a lehető legharciasabb terrorista iszlám, amelyik jön be, és hogy elkerülhetetlen lesz az összecsapás. Na, gyerekek, akkor tegyük fel így a kérdést. Akkor mi lesz? Igen, csak a, a, az összecsapás már zajlik, csak azért jó, le, tehát ugye, igen, tehát a háborúban a legelső és talán együtt a legfontosabb kérdés annak a tisztázása, hogy ki a barát és az ellenség. Tehát szóval azért úgy egy háborúban intézkednék, hogy, hogy csak ezt a jelentéktelen apróságot, ugye nem véletlen a, a ezeknek a méregrága, amit egy milliárd dollárt ér egy harci repülőgép, ezek különleges, de a legnagyobb része ma már nem a, a, a hardware, hanem a szoftver, tehát tulajdonképpen az elektronika a legértékesebb része, és annak is a legfontosabb eleme az ellenség barát felismerő rendszer, mert mondjuk 3600 km óránkénti sebességgel megy az a harci gép, értelemszerűen tized másodpercen belül be kell azonosítani, hogy az a, az a gép, ami most még 50 km-re van, de nem is itt lesz, és enne, így van. Tehát ez, és ma, ma tulajdonképpen ez a helyzet. Hogyha nem tudod azonnal beazonosítani, hogy ki kicsoda ebben a háborúban, és azért nem olyan egyszerű feladat, mert te is sokszor felteszed azt a kérdést, nagyon helyesen, hogy de most mit akar? Tehát azt érzékeljük, hogy a főszereplő, az nem mutatja meg magát. Tehát ez egy láthatatlan szuperstruktúra, amelyik ezt az, egész, ezt, a, ezt az egész háborút valójában szítja. És, de az, hogy mi a szándéka, tehát hogy mit akar, azt látjuk, hogy az európai keresztény-fehér ember maradékának a felszámolására készül. Ez most már azt hiszem, hogy szóval ahhoz azért nagyon korlátoltnak kell lenni, és vagy gazembernek, hogy valaki ezt ne észlelje. De azt változatlanul nem tudjuk, hogy miért. Tehát mi, de mi a cél? Tehát mi, miért jó? Tehát miért lesz jó bárkinek, hogy válogatott eszközökkel, akár ez a migrációnak nevezett totális zűrzavar, pusztítás előidézésével, de miért akarja ezt? És nagyon helyes, ugye, hogy szabadságharcosnak nevezik, hogy volt konzervatív szabadság, reakciós szabadság, nagyon helyes, Orbán Viktor. Igen, de ez egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabadság a francia forradalom óta rendkívül brutálisan megmutatkozott az, hogy a szabadság, mint jelszó, a maga a legveszélyesebb semmit mondás. Mert ha csak azt mondod ki, hogy szabadság, éljen a szabadság, akkor nem, pont a lényeget nem mondtad ki, hogy de az építés és alkotás, a békés, nyugodt, emberséges építés és alkotás szabadsága éljen-e, vagy a totális, korlátlan pusztítás szabadsága éljene. És ma Európa ma abban a helyzetben én, van. Ma a totális, korlátlan pusztítás szabadságában igen, de, dobzódik ez az összes jó, rohadt de, 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 Igen, de akkor valamit mondanunk kellene tudnunk, hogy ebben az összecsapásban, ahol azért ezt elég nehéz lenne összebékíteni, mert ugye az ember persze, hogy titkon valahogy a lelkemény csak reménykedik abban, hogy hogy jó, jó, nagy vita van, de, vala, de azt hogy békíted össze? Tehát az, szóval az építés, alkotás szabadságát, a totális Szabadságával ugyan hogy lehet összebékíteni? Ez körülbelül olyan, hogy szeretném megsimogatni és meggyőzni a benne dúló rákos sejteket, és burjant, hogy legyél már vagy béküljön ki, egyezünk ki döntetlenbe, Ilyen. vagy valami jó. Hát, hogy hát, én azt vicces. mondom, hogy annyira ezen töprengni, hogy miért akarja kinyírni a fehér kultúrát valaki, nem érdemes úgy csatod megfejteni. De fogadd el, hogy ez így van. Már előbbre vagy egy lépéssel, és attól kezdve, Kezd a háború természetét elemezni, mert ez messze nem az, ami régen volt. Mondjátok itt a repülőgépeket felismerő jó fele, ott is lehet tévedni. Itt viszont marha nagy az esélye a tévedésnek. Retteretesen nagy az esély. Hát csak végzetes a tévedés. Végzetes is a tévedés, nagyon nagy az esélye. Tehát egyfajta hibrid háborúskodás folyik már réges- régóta a hadszínterek is nem feltétlen a levegőben a rakéta, mert második, első világháború után azt mondták, azt hiszem egy olasz, a következő háborúkat a levegőből lehet megnyerni, stb. Most meg ugye hibrid háborúskodások vannak, a információs térbe folyik a hadjárat, iszonyú fokú beépülések vannak, vegyük észre nálunk is. Hát még rutinból olyan embereket méltatunk, ünneplünk, akik... lavenda, stb. Akik egyébként nem biztos, hogy ezt megérdemelnék tetteik alapján. Na most tehát gyakorlatilag az, hogy szétszálazd a dolgokat, rendkívül nagy türelmet, azokra, akik egyébként annak a kockázatot vállalják, hogy ilyenkor még meg is nyilvánulnak, azoknak a megvédését. Tehát sok mindent jelentene. Na most mi ebben valamelyest előbbre vagyunk, de Nyugat-Európa szerintem még sehol nem tart. Az ő szemüket ugye. Hát pontosabban a, a mínuszban tart, tehát mínuszban igazad Pontosan. Ha, ha lépjünk egyel egy beljebb, pontosan. Most a te mondatodat folytatván, így felvezetőként, meg a lezárásaként is az előzőnek, ez a barátunk a Figárótól, ez meglehetősen dehonestálóakat mond Macronról. Hmm. De azt mondja, hogy egy ilyen igazi sejen fiú, hihetetlen narcisztikus, aki nagyon nagy elszántság, ahogy ő fogalmaz, nagyon nagy elszántsággal csuklóztatja a nyugdíjasokat, meg az autóbusz sofőröket, de az iszlám testvériségtől összeszarja magát. Na ez, ez, volna a Macron. És ugyanakkor, az új témába átfolyván, hogy mire készül Európa. Ugye nyilvánvaló, hogy a mai nyugati európai vezetőknek hal fogalmatlanok mindazokról dolgokról, amikről mi most itt beszélünk, ja. meg amik, meg amik nyomasztják az európai társadalmakat. Ez az ember is azt mondja, Iván, Iván barátunk, hogy, Így, hogy Macron kitartóan azt hiszi, hogy itt gazdasági problémákról van szó, föl Csap. se fogja, hogy azon már ez. rég túl vagyunk. De hogy lássuk, hogy... Ugye azok ne... megoldhatók lennének egy csapásra egyébként, amivel nem foglalkoznak, azt megoldene. Na És akkor lássuk, hogy milyen megoldás készülődik. ugye Most a hónapok óta beszéd téma volt, és akkor most célegyenesbe kerültünk. Ugye Macron és Merkel találkozó, német-francia találkozó, amely majd megreformálja az Európai Uniót. Mondanám címszavakban a, a nagy reformok főbb sarokpontjait. Közös eurózóna és pénzügyminiszter, közös kötvénykibocsátás, közös munkanélküliség védelmi alap, közös, közös, betétvételem, európai IMF, nagyobb válságmentő tart, Pénztartalék. Tehát nagyjából, ugye itt, itt tetten érhető rögtön, tényleg azt hiszik, hogy Európát a gazdasági kínok bántják. Nem egyebek. Bár. Ezekből mi lesz? Igen. Bár. Mik ezek? Mi lesz ebből, mi valósítható meg ebből, és ehhez nyugodtan írjuk ide, nem tudom, nyolcadik pontnak, ami most már kezd körvonalazódni. Hát, vegyük el a pénzt. A a kelet-közép-európai -kelet -kelet országoktól, azt adjuk oda a görögöknek, meg a spanyoloknak. Már csak azért, Erről is, szó. már csak is, mert amikor oda le vannak írva, ha enélkül vesszük, akkor itt az arról szól, egy az egyben, hogy fizessenek a németek, azt akkor legyen például a közös munkahelyvédelmi alap, az olaszokkal, ahol hát igen, franciákkal, a németek rakják be az azot. Betétvédelmi alap, ugye az olaszok szorgalmas megtakarítók, az olasz polgárok, a bankok meg remegnek, ha egyik másik bedől, akkor százezer euróig zsipszoda a pénzt, német pénz. Közös pénzügyi védő alapok, lenne a kétharmada vagy nagy része Németországban. Németországban. Tehát ez már Németországnak sem tetszik ilyen formában. A Scholz, aki most pénzügyminiszter, Sozdem, aki egyébként felettes helyettesként egy Goldman sachs választott oda, már ő is valamelyest azt mondta, hogy hát a német költségvetést egyensúlyba kell tartani, tehát a a fekete nullára szavazok, ez azt jelenti pénzügyi nyelven, hogy inkább egy kis szuficit legyen a költségvetésben, mint egy kis deficit, ezért már a pártjába bírálgatják. Tehát ebből annyi lesz, ebből se lesz semmi. De hát nem ez a lényeg, ugye? Ez a lényeg, nem a lényeg. Hát de persze, hát tehát e, erre várok, ez egy, tőletek egy, egy is van. Egy óriási maga, etetés. Igen, csak a, ugye, értelmezhető ez, mondatot, a... hogy, hogy miközben Érted, szakad össze az épület, miközben Európa eltűnik, mint, mint szellemi, erkölcsi, közben morális. Még a kupola teremben, ez e igen, hogy... igen, meg a hölgyhit kimeszelik. Pontosan. Mi ja, az imrével azért nevezzük magunkat, mondjuk társadalomgazdásznak, a híveink, meg sokszor a nemzetgazdásznak, tehát azért, azért nem igazán szeretjük használni a közgazdász kifejezést, nem, nem. mert sajnos. A József Attilát idézve, hogy a költő vagyok, mit érdekelne engem a költészet maga? Tehát, tehát aki valóban komolyan gondolja, hogy gazdasági kérdésekkel szeretne foglalkozni, annak rá kell jönnie, hogy az élő lüktető társadalmi szövetrendszer, tehát a társadalmi közössége gazdálkodnak. Tehát a gazdaság nem önmagában érdekes, hanem értelemszerűen azokkal az emberekkel, azzal az emberi társadalommal azért Tehát az hogy, az, hogy az az emberi társadalom milyen állapotban van, hogy érez, hogy gondolkodik, hogy cselekszik, akár a gazdaságban is, hogy hozza meg mondjuk a pénzügyi, a gazdálkodási döntéseit, az értelemszerűen a legalapvetőbb meghatározója mindenféle gazdasági folyamatnak. Tehát ez a látszólag közgazdászkodó sterilitás, ahogyan ők rátekintenek ezekre a folyamatokra, csak, csak ezt idézőjel beszél. Tehát, azok is, beszélnek És ilyesmit. A lényeget is. nem veszi figyelembe. Tehát, tehát, úgy fogja fel, igen, hát ez, ez a, mondjuk a kétségtelen a 18. század, Adam Smith, meg a 19. század elején, valóban gépezetként értelmezték a gazdaságot. Hiába tudták akkor is, hogy emberek gazdálkodnak, tehát emberi cselekedeteken keresztül valósul meg az a valami, amit gazdaságnak neveznek, mégis az egészet gépezetként fogták fel. Ez egyébként azóta is visszatér, a liberális, majd neoliberális közgazdaságtan lényege az, hogy az egészet egy masinériaként fogja fel, ahol, hogyha jól szabályozom be azt a masinériát, tehát pontosan tudom és szabályozni tudom, hogy mi a input, akkor abból, abból a gépezetből pontosan az fog kijönni, amire én számítottam. De ez soha nem volt így. Tehát ez egy, ez egy liberális lázálom, ez egy tökéletes félreértése mindannak, ami történik, és hogyha ma az európai társadalom joggal van rettegő, szorongó helyzetben, ezernyi ok miatt, ezt az elmúlt évek során folyamatosan elemeztük, leginkább például azért, mert jó, most Imre igazad van, tehát azt mondtad, hogy nem kell már olyan nagyon agyalni, én is nagyon szívesen nem agyalnék arról, hogy ki ez az ellenfél, és miért akarja elpusztítani Európát. Igen, de azért, jó, rendben, csak valahogy azért kellene, igen, azért kellene mégis minél többet tudnunk erről, mert az, hogy mit válaszolsz erre, az azért mégiscsak függ attól, hogy akkor, akkor tudjad és meg... De a lényeg, már is befejezem, a lényeg mégiscsak az, hogy ez egy rettegő és szorongó Európa. Tehát egy olyan Európa népei ma lelki, erkölcsi és szellemi állapotban, katasztrofális állapot, ka vagy lelki, erkölcsi, szellemi szempontból katasztrofális állapotban vannak, és ez értelemszerűen a gazdálkodási döntéseire is rányomja a bélyegét. Hát hogyan tudhatna dönt Könntest egy olyan ember, aki szorongatott helyzetben van, az nagy valószínűséggel csak rossz döntéseket hozhat. Tehát az, hogy ma Európa gazdasági pénzügyi értelemben is katasztrofális helyzetben van, sokszor érintettük itt magát az eladósodást is, egyébként valóban szól az, hogy a, a, déli országok, főként Olaszország értelemszerűen... a Ola, spanyol, minden, francia, tehát olyan mérték, de az összes többi tehát olyan Portugál. mértékben borult fel minden létező makrogazdasági egyensúly, aminek a helyrehozása mondjuk Olaszország esetében már tökéletesen remény. Lennek. látszik, és emögött valójában pontosan ez húzódik meg, tehát aki úgy akarja a gazdaság technikai felszínét megváltoztatni, hogy attól azt reméli, hogy a gazdálkodás egészen megváltozik majd, az katasztrofális tévúton van. Gyanítom egyébként az ilyen makronféle alakok kellőképpen cirikusak, és ők bezzeg jól informáltak és rendelkeznek ezzel a tudással, tehát egy és nek egy olyan látszata, ami kizárólag arra szolgál, hogy elfedje, hogy benne a mélyén miféle intézkedésekre készülnek igazán, de majd ki fog terülni? Az a háború most, pont a vasutasok, a SNCF, ugye, a francia vasutak, ami állam az államban, ez kétségtelen, tehát épp azt nem említetted, csak azért hozzuk fel, hogy ami miatt megbénult Franciaország most körülbelül egy hétre, mert azért lesz még itt néhány hírig, az pontosan abból adódik, hogy azok a klasszikus nagy struktúrák, amelyek a francia társadalomban nem csak csak egyszerűen egy közlekedési intézmény volt, hanem annál sokkal-sokkal több, azokhoz nem lehet büntetlenül úgy hozzányúlni, hogy ilyen üveges szemmel ezzel a neoliberális aggyal próbálom egyszerűen ilyen Megfaramil... mechanikai, tehát gépezetként kezelni az élő-lüktető társadalmi szövetrendszert. Itt ugye, hogy Macron kellően cinikus ahhoz, hogy ezt az egészet azért csinálja, hogy elfedje a valót. Mi érdekes, a Igor barátunk idéz egy mondatot, ami úgy szól, hogy minden birodalom vége állarcos bállal kezdődik. Igen, persze. Ezt a, Ebben az állarcos bálban vagyunk, és ennek az állarcos bálnak része a Libe Bizottság, Sargentini, a német zöldpárti képviselő, akik egyszerre az emberek, egyszerre ostobák, egyszerre idióták, de egyébként egy dologgal tisztában vannak, állarcos bált játszanak. Ja azt mindegyik tudja, hogy benne ül az állarcos bárban. Egy lépéssel lépjünk tovább, mert ugye miközben itt Európáról beszélünk azért, ne feledkezzünk arról, hogy ez a két európai fővezető, Merkel meg a Macron, és azt se felejtsük el, milyen sorrendben látogatnak át az óceán túlsó Az én teóriám szerint pillanatnyilag a nagy nemzetközi fene tudja, kinek az zászlaját már nem Merkel viszi Európába, hanem Macron. Elment látogatni Trumphoz tulajdonképpen az égvilágon semmibe nem tudtak megállapodni. Talán abban van egy kis elmozdulás, hogy Iránt az amerikaiak nem annyira fogják piszterkálni, talán ebbe van. De semmi egyéb másban nincs, viszont rendkívül nagyfokú kedélyességet, muta, agyon vissza csókdosták egymást, láttad, ugye? Nekem az ha, volt a kedves, amikor felszín... Trumpi leszedegette de, de, de olyan kedvesen, nem zakórom, sértően, tényleg nem sértően, kedvesen. Tehát mi ennek a jelzése? Az, hogy a felek tudják, a Trump is tudja, meg a Macron is, hogy tulajdonképp két egymással szemben menő dolgot képviselnek, hozza a fákját, a tudás fákáját Macron át az óceánon Trumpnak, és megpróbálja elméjét megvilágítani, hogy annak az zöméről, amit ő elkezdett, le kéne mondani, és aztán utána elcsépelheti pénteken, mert hogy a hónap megy oda, az Angela Merkel a németeken jól elverheti a dolgot. Ez azért is jó, mert a Franciaország kevesebb a konfliktus. Ha csak a kereskedelmi konfliktust nézzük, tavaly 65 milliárd kereskedelmi töbletet csinált az USA-val szemben Németország, Franciaország olyan 11-12, Kína meg 655 persze az a legnagyobb probléma. De hogyha Macron valamennyit mozgatni tudna az amerikai nézőponton, minimum egyelőre, mondjuk azt a látszat szintjén, akkor neki az egy ilyen a gazdáival egy visszaigazolást jelentene, és Angélát meg lassan már úgy, hát lassan már megy kifele. Egyébként most igazából gyönyörű a szimbólum, ha már említetted ezt ugyebár az amerikai szabadságszobrot, azt a franciák ajándékozták. <laughs> Igen. Az, az, új, az új egyesült államoknak. Amelynek létrehozásában azért ő is gomba hát, szerepet Ó, Istenem, adta. hát Há hogy ez szép ez az egész. Most gyönyörű, most gyönyörű. Most kéne végig gondolni hát. ezt az egész szabadságot. játszottak Igen. szerepet, a németek meg felépítették az egyesült állam. államokat is. Kiknek munkállam. a milyen szabadsága? Ja, ja. Ami most kezd, hát. ugye most kezdi kimutatni hát. a fogafehérjét, ez a fene nagy szabadság. Az a... No. Igen, lacibáci szerintem... szóval, Tehát Azt lenne még érdemes végig gondolni, hogy a mutkor jelent meg erről egy érdekes adat, hogy Amerikában is már az összes adóság az az összes vagyon 85%-át teszik ide, a világ egészére is egyre inkább igaz. Tehát van, van a világnak, ugye ez a kredi uh, Credit szokta rendszeresen a világ vagyon. Nagyon izgalmas elemzés. Világvagyon, világvagyon. Arra is érdemes lenne, ugye kb. 290 ezer milliárd dollárnak felel meg a világ anyagi vagyona, az adóság meg 240 hát hát, ezer. Tehát a világ majdnem belefér már a hitelezők zsebébe. és de akkor nagyon, mindez. nagyon izgalmas lesz, hogy vajon nagyon vigyáz, mert ilyen, ezt már hat éve ja. egyszer emleketjük. Ja, igen, bocsánat, jó, jó, jön, jó. ilyenkor jön bolgár gyugyó, és meg, a igen, elmondja, meg, hogy mit aggódunk mi itt, hát van nekünk még magán magánvagyonunk. Nekem ez. is van, neked is van, neked, sőt a bolgár gyugyónak is van, a nagyon nagy a baj, majd elveszik azt is. Hát, persze. igen, de hogyha az adóság nagyobb lesz, mint a vagyon, már pedig most már ez szinte megakadályos hát, akkor, akkor azért arról is gondol, hogy miután mindenünket elárverezik, és még mindig fizetnünk kell, Igen. csak. Olyan, de akkor miből, miből lesz tehát miután már jó? Tehát, akkor, tehát azért. Akkor majd arra figyeljünk mi. Nem, hogy akkor megjelenik a, mi a világ a lehetőség szerint. Akkor mi adjuk el a Jó, De ez is életem. egyébként tegyük hozzá, ez is az összeomló birodalmak sajátossága. Persze. Ugye ez is egy deficit, mert uh, a, az adósság az negatív vagyon. Tehát ugye feléled a vagyonod a szellemi értelemben is, mert az is egy vagyon, hogy van egyetértés, vagy van lehetőség legalábbis a, az egyetértés, az egy rendkívül fontos szellemi vagyon. Azt látjuk, hogy romokba hever az a, az a, vagyon, és a jelek szerint az anyagi vagyon is egyre inkább megkérdőjeleződik, és abból a szempontból azért egyre izgalmasabb az a háború is, amire ugye mondtad, tehát mert nyilván szóval az a valaki, aki, aki a világ vagyonához közelítő adósságot a kezében tartja, mint hitelező, az hát értelemszerűen csak az a szuperstruktúra lehet, amelyik ezt a háborút is végig. Hát tehát, tehát ez azért egyre érdekesebb kérdéseket tesz fel, és egyre fontosabb volna, és a két dolog úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy éppen ezért volna a szószoros értelemben létkérdés az, hogy a világ minél hamarabb tudjon szellemileg szembesülni azzal, a, tehát meg tudja ragadni egyáltalán a szellemi értelembe véve, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tehát aki most ügyködik, azon hogy még inkább összezavarja a, a világ népeinek a nyelvét, annak érdekében, hogy még csak véletlenül se tudjon szembesülni a helyzettel, az tényleg végzetes bűnt követ, emberiség elleni követ követel. És e, én nagyon reménykedem abban, hogy néhány évtizeden belül ez azért mindenki számára világossá válik, hogy akik most az Európai Parlamentben ezt az álláspontot képviselik, azok igenis emberiség elleni büntetett követnek el, mert akkor zúzzák össze, illetve akkor károsítják a legbrusál brutálisabban azt a minyájunk közös kincsét, azt a szellemi teret, azt a beszédteret, amelynek segítségével megragadható volna, az a végzetesen bonyolult, de talán még nem teljesen megoldhatatlan a helyzet, amiben vagyunk. Ennek néhány évtizeden belül, maximum két évtizeden belül el kell jönnie az időnek, mert a világ tényleg olyan káoszba süllyed, ahonnan már akkor se lenne visszafordítható, hogyha ha a lehetőségek Én nagyon félnek el. itt a mindenféle nukleáris háború meg ilyesmitől. Én szerintem ennek nincs esélye ennek a hibrid háborúnak és a hibrid háború kiterjesztésének van továbbra is esélye, és ez meg ilyen frontokon megy. Először is, amit a Laci mondott az összezavarás, technikailag is erre készülnek. Hát nézzük meg, ugye a, most volt ez a Facebookos cirkusz, ugye, hogy ott, az ott mi megy. De számtalan ilyen volt. Most kapták el ezt a horvát kis csávót, 19 éves, a egyik szuperhekkel, ugye, tenni. hogy most ottan, hogy mi megy, tehát ezek a dolgok egy egyszerűen már ott tartanak, hogy a, az agyadba meg nem formált gondolatot is ki akarják. De azért csak gondolj bele, tény... Mi mondjuk, ugye nekik nem kell hát ugye tény, tény, igazság, valóság. Sok ezer éven keresztül, mondjuk az elmúlt három-négy ezer évben, amit a nagy birodalmak meg az emberiség intellektuális nagy szellemi teljesítményeit létrehozta, a tény, az igazság és a valóság voltak a legfontosabb hívószavak. Értelemszerűen minden nagy emberi mű csak arra épülhetett, hogy azért, ha nem is egyszerű feladat, de minden emberi közösség megpróbálta megnyugtató módon definiálni, hogy abban a gondolkodási, abban a szellemi térben, ahol önmagát megformálja, ott mit nevez ténynek? igazságnak és valóságnak. De, ma ott de most tehát, már a tényeket ezt, kétségbe vonják, ez, ugye az omlik abszolút totálisan világos színjel. tényeket. Hát az Argentin nem létezett, Tehát Erről szól. Nincs, olyan emberi társadalom, és Hogyha ott van 670 ember, és ott ülnek, így hátravetik magukat, mint ott, a Szent szajha, és végig hallgatják ezt a dajka mesét. Ahelyett, hogy fölugrálnának százan, elkezdenek üvölteni, ezt a hülyeségét tessék ma abba adni. Ott a nagy igazság. A tény Igazság, Igazság, valóság. valóságból Sargentini maradt, Jó. meg a zöldpárti német képviselő, ne. erre a konglomerátumra, mint alap, pedig maximum egy fandli szart lehet ráépíteni, hát, tudod? E... Ez a... és az se biztos, hogy megáll rajta. Lehet, ja, és akik nezzel... ez burulni de, de fog... akkor mi lesz? Erőkek? De, akkor... De akkor mi? Három percünk van, csak egy ország. nem biztos, lesz, hogy megfejtjük, hogy mi lesz. Legalább három percre jöjjünk haza mert ennek a háborúnak, ami igenis zajlik, van egy kis nyúlványa, mert azért Gyuri bácsi úgy döntött, hogy jó, akkor harmadszor is kikaptak két harmaddal, de hát akkor azért legalább... Most ment el a kedvem az egésztől. Igen, ez olyan, mint amikor a, amikor a hülye gyerek, akit nem engednek soha focizni, lemegy a vadonatúj labdájával, és mikor akkor se veszik be, akkor kiszúrja a lasztit. Na most pont ezt játsszák. Ugyebár most akkor tünti kézünk, és néha elszólják magukat, mert most Szél Bernadett és már és ott kezd tart. válni, Szlovákiában már, már előre Erről haladok. akartam kirukadni, és Szél Dettózó, a nagy uh, európér, miniszterelnök asszony, már úgy nyilatkozik, hogy Épp a minap, tudjátok, hogy hívta a választókörzeteket? Azt mondta, ne. hogy azok a műveleti területek. I, Na ne, mondom! Nocsak, nocsak! Hát akkor két percben, akkor ez a harc, ez, ez az akar lenni, ami Szlovákiában volt? Hogyne, szerintem Belgádban, ott vagy? előre haladottabb az állapot. Igen. Valószínűleg Szlovákiában még annyira se figyeltek, vagy még felére se, Igen. meg negyedére se, mint Lengyelországban, Magyarország, hogy mi a helyzet, mit akar a nép. És hát az a, ugye emlékszünk arra, hogy Fikó a Izér is az államfői választások, és ez a kiska, aki valahonnét hogy bepotyanta a franc tudja honnét az megnyerte, és őt készítgették, sorosnál járt, ugye tudjuk, de nem, máig nem derült ki, hogy miért. Hát azért, hogy ezt a dolgot ott beindítsák, és én aggódok is, hogy ott továbbfejleszték, de nálunk is ezt akarják lufi fölfújni. Tűncikék, tűncikék, jobbra, Barrien, ilyen szarzentini jelentések, riszrosz cikkek, stb. Aztán hát, ha tüzet kap a az erdő ajzata is égni fog. Igen, tehát háború ez, csak hát sajnos sokkal bonyolultabb. A, a háborúk megváltozott természete. Nem az olyan, mint Ukrajnában volt, hogy az két négyzetkilométerrel le lehetett bonyolítani Igen. a nem tudom én mit forradalmat odébb, meg kiebbe se tudták, miért tehát... akkor beszéltem azzal, hogy kint van. Tehát mi megy ott? Ami... Mi, mi megy? Kérdezett vissza. Az egyetlen esélyünk az, hogy, minden, igen, az, egyetlen esélyünk az hogy, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél pontosabban megismerjük az új háborúk fegyvereinek a természetét. És igen. hát meg a, meg a terepeket, akkor, a műveleti területeket föltárjuk. Persze. És próbáljuk a megfelelő fegyverzetet mi is megválasztani. Hogy is írja Karinti a tanár úr kéremben? középiskolai tanuló élete szüntelen harc. A fegyverzet néha hiányos, annál gondosabban kell összeválogatni. Na, itt tartunk Biztos. most. Jó volt veletek, köszönöm. Önöknek Jó. köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten természetesen a szokott időben találkozunk. Most pedig a Híradó jön, úgyhogy messzire ne menjenek. Viszontlátásra!